Na, szevasztok! Én ismét Gergőben vagyok, és az első kis ismerkedős videónk után ez lesz az első olyan videó, ami a játékbeni konkrét valamilyen dologról fog szólni. Ugye láthatjátok már, hogy elindult a My Career sorozat, ami Centurio, Lakatos Centurio Jackson kalandjait mutatja be. Ez természetesen, hát nem biztos, hogy hetente, de legalább két hetente egy új epizóddal fog jelentkezni, amiket természetesen live-ba csinálunk, tehát hogyha valaki nem szeretné a vágott tartalmakat nézni, valaki nagyon keres. Ha valaki nem szeretné a vágott tartalmakat nézni, akkor ezt live-ba megteheti, fogom jelezni Discordon ezt, hogy mikor lesz olyan NBA adás, ami ezzel kapcsolatos. Illetve ez a mai videó pedig az NBA 2K kisokosnak az első epizódja, ami pedig konkrét egy-egy dologgal fog mindig foglalkozni. Tehát egy adott menüpont elmagyarázásáról, vagy egy beállításról, vagy hogy mit, hol találtok például a játékban, és ilyen ez a mai epizód is. Az egyik olyan dolog lesz ma, ami ugye nem azt mondom, hogy a legnagyobb újítás, de hogy egy vadonatúj dologról van szó a játékban. Ez pedig a Card Grading Service, ami, hát úgy képzeljétek el, mint ezek a gyűjthető kártyák. Biztos, hogy láthatok már gyűjthető kártyát, tuti van, aki közületek gyűjt is egyébként ilyen lapokat. Ez fociba is, kosárban is ugyanúgy van, meg egyéb sportokban is. Ezek a sportkártyák egyébként nagyon nagy értéket képviselnek. Van olyan, aki elbefekteti a pénzét gyakorlatilag, én mondjuk nem tartozok közéjük, bár sosem késő elkezdeni. Viszont ezt vezették most be a 2K22 My Team módról van szó pontosabban, és azon belül van egy ilyen rendszer, hogyha nyitsz egy kártyát, nagyon fontos, hogy ez csak a nyitott kártyákra vonatkozik, tehát a reward lapok, meg a starter lapok, azok nem tartoznak ebbe. Tehát őket nem lehet értékeltetni. Viszont a többit, és közben fogok vágóképeket mutatni nektek, hogy ez hogy is működik, a többit lehet értékeltetni. Hogy is működik ez? Ugye mindjárt beszélek, hogy maga ez a értékelés hogy működik, de hogy mi ez? Kap egy értéket a lapod, ezt egy lap csak egyszer kaphat, tehát ha olyat veszel, aminek már van, akkor nem tudod felülírni. Ez egy, nem tudom mennyi a minimum, de elméletileg egy 1 és 10-es skálán mozog, én szerintem azért 5-nél kisebb biztos nincs, sőt, én eddig 7, ami a legkisebb, amit eddig láttam, tehát a 7-es. 7-esnél alacsonyabbat én még nem láttam, lehet, hogy van. És attól függően, hogy milyen nagy a szám, és milyen értékes a lap, értem azt, hogy milyen nagy az overall ratingje, annál többet ér. Tehát például egy 76-os szintű lap, egy sima gold lap, hiába mondjuk 9 egész, meg mondjuk ugyanúgy egy diamond lap 9 egész, a diamond lapon a 9 egész a sokkal-sokkal többet fog érni. De mi ez? A csapatodba minél több ilyet raksz, annál több MT-t, ugye játékbeli valutát, játékbeli pénzt tudsz szerezni egy adott meccsen. Tehát minél több jó értékelésű lapod van, annál nagyobb lesz az a szorzó, hogy mennyi pénzt kapsz egy meccs után. Ez jelenleg elég minimális, tehát én próbálgattam, hogy minél több ilyet berakok, és akkor mi történik. Maradjunk annyiban, hogy jelenleg ez még nem látszik, hogy mi lesz ennek a kifutása. Ellenben én azt gondolom, hogyha már mondjuk minden lap diamond vagy pink diamond lesz, akkor már egy sokkal nagyobb boostot fog adni a pénzre, tehát meg fogja érni ezeket használni. Alapvetően. Most hát azt lehet látni, hogy általában, hogyha az aukciós házban látsz ilyet, azt drágábban próbálják árulni, vagy összejön, vagy nem. De a saját magadnak is tudod értékeltetni, és akkor nézzük ezt, hogy ez hol lehet értékeltetni. Belépsz a My Team-be, és a My Team-en belül van egy olyan menüpont, hogy My Team. Ez egyébként az utolsó előtti menüpont. És az egy nagyon hosszú lista, ott van, hogy Lineup Management, ott van, hogy My Collection, így mész szépen lefelé, és alulról a harmadik, ez a Card Grading Service. Na, ebbe belekattintasz, és akkor én is közben ezt csinálom, ebbe belekattintasz, akkor megjelenik egy lapocska, amire rá van írva, hogy Create a New Order, és jobb oldalt angolul le van írva, hogy mi ez. Itt írja egyébként, hogy kártyát tudsz beküldeni ebbe a rendszerbe, és egyrészt ez nagyon fontos, hogy nem ingyen van. Mármint
nem rendes pénzzel fizet célta, hanem játékbeli pénzzel, ugye az MT-vel, ugye. Ez a, úgymond ez a, ez a, az a valuta, amit tudsz szerezni játékkal, és van a VC, amit pedig csak perkálva tudsz, illetve hát ugye tudsz máshogy is, tehát vannak olyan módok, amiben nyerhetsz is, kaphatsz. Például a My Career-be fizetésnek azt kapsz. Na, és ez idő, tehát ilyenkor elveszi tőled a kártyát, mintha odaadnád fizikailag egy értékelőnek, aki egyébként, ez olyan, mint az, úgy képzeljétek el, mint mondtam, az igazi lapok, gyűjtető lapok, amikor beviszed, és erről egy bizonylatot kapsz, az eredetiség vizsgálatnak hívják talán, de javítsatok ki, hogyha hülyeséget mondok, mert nem vagyok ebbe benne, talán eredetiség vizsgálat, és akkor kapsz egy hivatalos papírt róla lepecsételve, hogy ez mondjuk, ez egy 100%-os tökéletes, hibátlan lap. Na így történik ez is, csak szerintem ez egy random számgenerátorra történik sajnos. Ja, hát igen, mint sok minden a játékban. És amikor ezt ki fogja írni, belemész, választhatsz, hogy 1, 3 vagy 10 lapot szeretnél értékeltetni, minél több lapot értékeltetsz, annál rövidebb időt kell várnod rá, és kapsz discountot, tehát annál olcsóbb lesz. Szóval, hogyha 10 lapot csinálsz, az éri meg a legjobban. Hogyha van 10 lapod, amit értékeltethetsz, mert 15% akciót kapsz a játéktól rá. Amúgy, ha csak egyet, akkor 100%-os áron, ha 3-at, akkor meg 10%-os akcióban tudod ezt megtenni. Várni kell egy bizonyos időt, ez lapfüggő, minél jobb lap, annál többet kell várni, 45 perc, től a 3 órán keresztül bármennyi lehet. Megvár, utána egyesével kibontogatod, és meglátod, hogy van egy ilyen szép animációja, majd mondjuk, hogy szép, és akkor látod, hogy melyik milyen értékelésű lett, és igazából ennyi a történet. Innentől kezdve láthatjátok, hogy a lap úgy néz ki, hogy van az eredeti lap ugyanakkora, és a tetejére kerül egy, vagy hát így körbe egy ilyen keret kerül rá, és a tetején ott vannak ilyen információk a lapról, hogy... ott van, hogy micsoda, tehát ez milyen promóból származik, például van mondjuk a GL Goldrichot nézzük például, akkor ott van, hogy fölül, hogy My Team Base-et, amúgy, hogy a Prime Time, vagy Colossal, tehát attól függ, hogy melyik promóba jött ki. Aztán alatta ott van, hogy hányas messzámú ez a hashtaggel, meg mellette, hogy milyen neve, jobb felső sarokban, hogy milyen értékelés kapott, illetve ott van, hogy ez milyen bónusz, hogy small, medium vagy large bónuszt számít. Minél több large bónuszt raksz össze, nyilván annál jobb lesz majd neked a későbbiekben. És hát nagyjából ennyi. Tehát, hogy ez így kap egy ilyen plusz keretet a lap, és akkor így jelzi, hogy mi van. És akkor ettől ez egy értékelt lap, és akkor ettől elméletileg egy ugyanolyan lap érhet többet, mint egy másik ugyanolyan lap. Szóval lehet, hogy neked van egy Goodrichod, ami nekem 8 egész, te neked meg van egy 10 egész, akkor nyilván a tiéd egy értékesebb lap, elméletileg, ha fölrakod aukciós házat, drágábban fogod tudni eladni, amúgy meg az embereken múlik, hogy megveszik-e drágábban, majd később valószínűleg. Igen, most még talán a Diamond, Pink Diamond lapok, de egy Pink Diamondot még nem lehet árulni, Diamond lapokra el tudom képzelni, hogy már sokat ér egy 10-es Diamond lap, az tuti, hogy nagyon drága, ha 10 egészes értékelése van, azt biztos. Úgyhogy meséltek róla, hogy ti nektek eddig mi ezzel a tapasztalatotok, szerintetek érdemes ezt használni, én azt gondolom, hogy én használom, ellenben nagy különbség nincs, néhány MT-vel többet kapok, 10-zel, 15-tel, 8-zel, 20-zel, ilyenek szerintem, tehát még számottevő különbség nincsen, ellenben lesz, ebbe is biztos vagyok. És hát mondjátok el a véleményeteket erről az új sorozatról, mikről beszéljünk, mikről szeretnétek, hogy beszéljünk még, milyen elementeket beszéljünk ki, például nem mindenki tudja talán, hogy mik azok a locker kódok, tehát ilyen részt is szeretnék majd következő alkalommal, tehát miről beszéljünk, és egyébként, hogyha tetszik ez az egész, akkor nyomjatok egy lájkot, meg egy követést csatornára, azt nagyon megköszönöm, mert hogy akkor jobban értesültök talán majd a tartalmakról, illetve csatlakozzatok a Discordhoz, link leírásban, vagy gyertek az élőadásokba Twitch-en, szintén ott a link a leírásba, és beszélgessünk igazából akár élőben, akár írásban a Discordon, van egy csomó tematikus szobánk, menetrendszoba, hogy mikor streamelek,
Egyébként az általában a hétfő és a péntek az állandó, és a többi az ad-hoc módon, de azt is jelzem mindig Discordon, amennyire csak tudom időbe. Van, hogyha te kell előre kitörtem a menetrendet, és vannak tematikus szobák NBA-be, FIFA-val, Forma 1, mindenféle jó kis dolog. Van kis kedvencek szoba, hogyha az állatotokról mutatnátok képet, legyen az egy aranyhal, vagy egy macska, vagy egy bengáli tigris. Úgyhogy igazából várom titeket szeretettel, és nyomjuk tovább ezerrel. Ezeket a videókat is, meg Centúrió kalandjait is. Legyen szép napotok, találkozunk a következő alkalommal. Szevasztok! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 of a second remaining.